Lego world, anything is possible. And here you are, just starting out on a creative adventure. Infinite worlds ahead, infinite possibility, and one goal, to become a master builder. See how these magicians of the brick use their creative tools, summoning creatures, conjuring houses, flattening mountains, and shaping the land itself. You too can wield that power. Discover and master the creative tools. Collect new bricks, models, and vehicles. Conquer worlds. Make your mark and become a master builder. Able to create completely new worlds of endless possibility. Welcome to Lego Worlds. Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket. Mostani játékunk egy méltán híres, de mégis amúgy elhanyagolt játék, a Lego Worlds lesz. Ez egy több hosszabb sorozatként fog megjelenni most a csatornán, ugyebár gyerleg magyar nyelvet tartalmaz, viszont a játék az 2007-es, ha jól tudom, hogy az sokat számít, bár akinek, ugyebár van hozzá kemény kettő DLC-nk, ami ingyenes, és van kettő, ami hát megnézzük mennyire, mert ezekben a Motion Blur annyira nem szokott rossz lenni. És hát itt relatív egy kalandozunk ezzel a kis karakterrel, akit szerencsétlenkedik a dűrhajójával a háttérbe, azzal leszünk, de vágjunk is bele, azt mondom. Kíváncsi leszek, hogy fog ez így menni, mert ugyebár 100-120 FPS-en vagyunk itt, látjátok fönt, de 60 az adás. Igen, itt a Rovkész 2. Csodásan nézel ki. Sandbox, galaxis térkép, online. Bővítmények. Igen, ez a kettő föl is van rakva, a másik kettő az fizetős, még nem néztem meg, hogy az milyen. Jó. Oké. Rengeteg modellt lehetne lementegetni. Szóval kalandjáték mód indítása, ez kell nekünk. Márenkek ott repkednek a dűrhajón darabokba, mi kell még? Meteorit eső. Na hát hosszan nyomjuk a tabot. Oké. Okay. Most jön a testre szabásunk, női, vagy űrhajós fiú, vagy intergalaktikus lány. Nagyon szépen nézünk ki. Teljes ruházatban van a kettő. McLeod, cowboy, ünnepi sapka, legyünk cowboyok. Így kell végül is a dűrbe repkedni. Haj. Ősember vagy intergalaktikus lány, nem kell haj.
szakállom. Törzsöd legyen. Felfedező? Legyen felfedező. Igen. Fiúkarok jók lesznek. Kétbe jó az. Csípőnk ad, legyen erdész. Hát akkor lesz űrhajós gatyánk. Hát milyen, igen, a halászad annyira nem tetszik. Űrhajós jetpack kell, vagy nem kell. Legyen max, levesszük. De a köppeny azért nincs, mert nincs. Jó, hát az úgy ennyi. Szerintem az űrhajós az kap egy boostot ezzel, nem tudom. Van 4 életerőnk, 0 ilyenünk, 0 arany. Bár aranykockád mindig fontos a Legónál. Tiszta Fortnite feeling. És meg tudunk is repkedni. Oda be a hajunk mellé. Pirate Playground. Kalóz játszótér. Tanulóépítés, kezdj el kalandozni kategória. Első LEGO világon, meg annyi felfedezni való várod, de a rakétád megsérült. Néhány aranyi építőelemre lesz szükséged a kijavításához. Jó, jobb gombot nyomva tartva lehet a kamerát mozgatni. Külön nem. Meteorit. Jó, góda. Felfedezés eszköz feladva. Felfedező szerszám. Használd a hatásos felfedező szerszámot. Új modellek, járművek, teremtmények és egyébek átvizsgálása gyűjtéséhez. Összegyűjtött karakterek küldetés teljesítésre feladatokat, kihívásokat kapsz. A gyűjteménye részét képedik. A szerszám használtával különböző dolgokat hívhatsz be a világba, világaidba. Jelzőket pont oda, ahol szeretnél, vagy lőd fel őket a légbe vadul. Felfedező szerszám létrehozhatsz, vagy 10-100, vagy még több másolatot. Ja, és ha esetleg túl sok fura kinézetű teremtményt hívtál magad köré, felfedező szerszám rendelkezik egy hasznos törlés funkcióval is. Felfedező szerszám kiismerés az első lépés, hogy építőmesterré válj. Ugyebár ez az alap feladatunk. Érdekes az angol szinkronnak a hangja. Ott is van egy karakter egyből, egy arany kockával. Ott is van egy kalóz, a farmer lány. És még egy kalóz. Ott vagyunk mi. És akkor innen indul az első világunk. Elvel integetünk. Abban jön be a menü. Felfedező eszköz tab vagy felfedezések. Nincs elérhető felfedezés. Felfedezés. Egy gomb. New discovery type. Új felfedezés típus feloldva. Objektum. Itt is van leveles bokor. Itt vannak a kategóriák, van egy jó nagy ládánk, amiben a bokrok vannak, és ugyebár ez sorra nő, és amit a szerszám megtalál, illetve ha van elég kreditünk, akkor azért is fel lehet föloldani még. Oké. Azt is felfedezzük. Mindent felfedezünk, amit csak lehet. Csak hogy nice-nice legyen.
üvegből is vannak különböző szintek. Hopp, ezt megvettük, na mindegy. Igen, az is feloldás lenne. Befedezzük a madárkát. Másik fajta fűcsmód. Új típus felfedezve. Creatures, azaz kreatúrák, más néven lények. És van is egy sirályunk. Pokor. Fűcsomó. Ott is van valami. Homokvár, vörös zászló. Szépen begyűjtögetünk mindent. Ezek megvannak. Az a hajó ott a háttérbe felfedezhető. Oké, járművek kategória. New discovery type unlocked. Vehicles. Vehicles. És kettőt is kaptunk, egy kamerautót és meg egy evedőcsónakot. Nice, szóval nem csak egyesével kapjuk minden esetben. Alott. Araldátony valószínűleg. Többit a víz alatt. Sötét szürke hal. Éppen amit tudunk összeszedünk. Túl bemegyünk a vízbe, akkor úszni fogunk és nem tudunk felfedezni. Az is jöhet. Ínárocska. Homokzöld hal. Az ott mi? Rákocska. Oké, az is elég nagy a hatótávja néha, ha olyan kedve van, de például azt már nem érjük el innen. Kicsit közelebb kell jönni, vagy erre ráállni. Na, lett egy halunk. Inventory unlocked. Tárgylista feladva. Inventory, na nézzük. Mit kaptunk. Csak maga a menü, miért ki? Nem, itt van. Homokzöld hal, föl is vettük. Nice, fényképező, lámpás, égbolt forgató, csákja, blokkágyú és háttérrakétákat lehet majd sok-sok aranyblokkokért kioldani. De nem baj. Itt megint csak átváltunk erre. Megvan, azt is felfedezzük ott. Azt is. Mellette. Más. Jó, és azt a halat el tudjuk kapni, ami ott van. Itt nem lehet a vízbe ezt használni. Oké, ez is megvan. Ide halacska. És megvagy. Én nem tudom, hogy miért gyűjtöm őket. Egy időben... Na hát... Van itt minden, mint a búcsúban. Úgy szépen. Van fizika. Bármi meglepő. Evedő csónak. 7250-be kerülne felfedezni. Bármit kinyitni. Ha ki van nyitva, akkor ugyebár lehet építeni azt az adott tárgyat. Itt egy hal. Ezt ott felfedezzük a korallzátonyt. Kis korall 6. Jó.
van itt minden, mint a búcsúban. Akkor elrakjuk. Q-val beszállunk, mintha hajtanánk. És akkor ki is evezhetünk vele. És Q-val kiszállunk belőle. Na, menjünk ide a hajónkhoz. Beleugrott a grafikába egy kicsit. Hát mondja, hogy kell neki három ilyen, és a Pug Z néven fut. Itt kapálózik. Na, vajon adokat más dolgok? Egy tábortűz. És sárga zászlós. És ott egy zöld zászlós, olyanunk van már? Nincs. Na, majd mindjárt lesz. Ez is megvan. És akkor ott van egy ilyen aranyblokkos megoldás. Ilyenünk van. Ilyenünk viszont még nincs. Újabb fűfajta, ugyebár eléggé rengeteg minden tartalmaz, hát LEGO hivatalos játék, szóval persze, hogy sok minden tartalmaz. És nice. Na, azt elrakjuk. Yeah, puff. Na, ragozd a magyar, te mit akarsz. Igen, kell neki. Te eszköz van. Jó, mindegy. Ezt elcsorjuk. Azt is. Na, látom már, hogy ott van. Úgy, azt is. Ágyú, fákja tartó. Sok minden van. Kalóz puncsos hordó. Érmésláda. Tereldük csak meg azt a érmésládát. Úgy. Errefele. Te mi vagy? Még egy érmésláda. Viszont van egy zászló. Amit le is nyúlhatunk. Érmésládát nem tudunk klónozni. Ilyenünk van, olyanunk van. Hát akkor azt megvettük ezek szerint. Igen. Kalózzászló. Érmésládából három is. Jó, elrakjuk az eszközt. Egy balgombbal csapunk rá egyébként. Kettő. Három. A kamera ugyebár nincs mögénk ragadva, úgyhogy simán tudunk forogni vele mindig a jobb gomb nyomva tartásával. Akkor pottyanjunk le ide. Beszélgessünk. Egy kalóztrón kellene a hajóra, hogy otthonosabbá tegyük. Jó. Szóval úgy látom, hogy kalóztrón ott van. A palmtól túl. És akkor azt le kell másolnunk, feloldani, és ide jönni és leépíteni neki. Azért kapjuk majd meg a cumót. Ez volt, kérlek szépen, a hordórakás. Kincs. Hát rengeteg ilyen cuccunk van már, amiket föl tudunk majd oldani.
mennyire be is jöttünk. Kincs. Rengeteg aranyat ér nekünk, kérem szépen. Meg itt van egy láda. Ezt is felkapjuk. Brutálisan jól állunk. Visért egy kicsit. Jó tudni, hogy ha szétverjük a dolgokat, akkor kapunk érte. Na, de akkor ezt is megtapasztaltuk. A játék egyébként változatos intenzitással fut, mert most például oké, hogy minden maxon van, de már nincs meg a 120 frame rate-ünk stabilan. Téged össze tudlak csapni? Téged is? Jó, hát akkor így tudunk manéhoz jutni, hogy mindent is szétcsapkodunk, amire nincs szükségünk. És akkor elrohanunk oda, szépen megnézzük azt a kincsecskét, ami kell a térkép jelzés fönt, ugyebár itt van fönt a térkép, és ott a csillaggal jelzi, hogy oda kell menni. Szünet és a térkép megnyitása. Itt láthatjuk magát a területet, nagyjából. És akkor ide kell jönnünk, itt lesz a kalóz trón, ami kell neki. Itt egy feladat, meg itt egy feladat, itt meg a hajónk van. Oké, azt nem tudjuk szétcsapkodni. Jó, van itt csontvásztól kezdve sok minden. Felvesszük a deszköt, felfedezzük a dolgokat. De a kolosztront akarja, de ezt fel kell oldanunk. Szétötvenbe fájt. Tábortűz még nem kell. Csontok. Szóval ilyenünk is van már. Jó. Mindig tabot nyomok közben, csak egy escape kéne. Úgy adj csak ide a manit. A tűzbe lett bajunk? Nem, de nem ad semmit. Még akkor a trónt is szét tudjuk ütni. Disznók. Hát csak ide magad. Itt lesz étel. Föl is oldunk, mert szerintem oda majd kelleni fogsz. Vagy fene tudja. És ide jövünk, akkor itt már látjuk, hogy milyen fajta kis ládáink vannak, így mindegyik kategorizálva vannak. Mondjuk legyen, például otthoni dolgok közé tartozik a kalóztrón. Karakterekből már van disznónk, meg sirály, meg rák. Vannak járművek, amiket egyébként most is tudunk használni, szóval a kamerás autót ugyanúgy le tudnánk rakni és akkor használni. Nézzük meg közben ő Pistiké néjét, hogy ő mit akar. Hoppa csirke. Csak ide magad. Úgy, hogy tyúk, bocsánat. Azt is ide adhatod. Azt is. Így mindent is megtanulunk az adott területről. Így lehet végül is technológiákat gyűjteni, ha jobban tetszik. Vájú. Kalózhölgy. Oké. Ez oké. Na akkor mondd el te is, mit akarsz? Igen. Kőnen ékem néhány malac és tyúk, érted? Hát ez vicces így ez a megfogalmazás. Kell neki 5 tyúk, amiből egyje már van. Akkor elvijek be ez, és azt mondjuk, hogy tyúk, kinyitjuk. És akkor egy tyúk, két tyúk, 3 tyúk, 4 tyúk, és kell neki disznó. 1, 2, 3. Hozzánk is vágja az aranykockát, ami megvan az első. Learn
És még egy tonna money. The first golden step on the road to becoming a master builder. But nagyon vagány. You need two more gold bricks to fix your rocket. Úgyhogy örültünk. Ő is örült, mi is örülünk. Meg is lett a karaktere. New discovery type unlocked. Új felfedezés típus. Felfedezted leles a karakteret, karakterek feloldása teljesen az általuk adott küldetért. Sikerült feloldani és megvenni őket, elhelyezheted őket a világban. Azaz mind magát a karaktert is lerakhatjuk, mind egyébként lehetünk a karakterrel. Ilyen téren. Na hát akkor ezek itt törülnek maguknak. Menjünk vissza, vigyük vissza a trón, de nézzük meg akkor hogy ezt a harmadikat is, hogy mit akar. A trónok Gyurikának már megvan, hogy mit akar. És ugyebár ő volt az első, a legközelebbi hozzánk. Na, nézzük innen mit tudunk benyúlni. Ő is egy kalózhölgy lesz. Tüskés Bokor néven fut. Fákja tartó van. Ez van ott kincs. Illetve van még a kalóz hercegnő. Na te mit akarsz? Kapitány egy kalóz toronyórát szeretne, de nem tudom kinyitni a ládát, hogy megszerezzem a terveket. Segítenél? Hát, érdekes, igen. Ha engedsz végre mozogni. Kalóz toronyóra kell neki. Ért tudunk verni mindent? Kérem szépen szét. Akkor megoldjuk, hogy itt a tervek meglegyenek. Csont is lett. Oké. Okay. Várjál, ott van, amit föl lehet fedelni gyorsított eljárásban, nem akadunk be a grafikába mondjuk. Ezt add ide. Igen, lények. Az nincs. Akkor... inventory. Na hát akkor itt vannak a lújak. Csontvászfej, csont, narancssárga hal és homokzöld hal. Kaja! Meg is lett. Na. Ördög és pokol, nem vagyok az a kőműves fajta, ha megszerzed a kalóz toronyóra tervrajdát a nagy ládából, segíthetnél. Valahogy ki kéne nyitnunk a kincses ládát, de... nem a fegyverrel. Ha ütni nem tudjuk, Hát csak ki kell nyitni, kérem szépen. Meg is lett. New discovery type unlocked. Brick builds. Építmények. Na, megvan az első építményünk, kérem szépen. Igen. És akkor most tegyünk le ide neki egy építményt. Szét tudjuk csapni. Nem tudjuk szétcsapni. Információk. Itt van a leírásunk. Király. PLA-val lehet forgatni a kamerát. Görgetni is lehet, zoom. Ennyi a ki. Ennyi a be, szóval elvégben van first person nézetünk. Cool. Kicsit hátrább hozzuk a belső nézet ki meg be. Kettessel, nice!
És így is tudunk mozogni, hogy oda kattintunk valahova, hova menni akarunk, vagy nyomva tartjuk, és koegeredni is lehet. Edése követ a kamera folyamatosan magától. Jó, hát most azt akarod, hogy itt csináljunk neked egy ilyet. Homokvárak. Oda trón, zászló. Kategória, építmények, arról van szó. Tudományos ipar. Vájú. Építmények, tereptárgyak, kalózóra torony. Oké, kinyitva. Most beszélünk veled. Nem, még továbbra is azt kell neki, hogy lerakjunk egy ilyet. Aha, mert ott vagy, egy kell neki. Tab hosszan, fegyver. Tab, építmények. Aha, ez az, amiket begyűjtöttünk a DLC-ből letöltve. Akkor itt van egy-kettő, amit valószínűleg le kell töltögetni majd. Kalódóra torony. Tessék. Meg is lett. Háromból kettő megvan, meg egy kell, és már is útnak indulhat egy új világba. Jó, ragozzunk veled, téged is felfedezünk. Oké. És akkor mehetünk vissza a trónhoz, ő meg kapott egy óratornyot. Nice. Bár, ahogy látom, nincsen bemenete, hogy hol tudjon bemenni, na mindegy. Az részletkérdés, hogy most nem tud besétálni. Szerintem. És akkor neki meg egy trón kell. Mit szól, ne, ha a trónod ott lenne. Na itt vagy, kalóz trón, parancsolj. Egyszer kellett kattintani valamiért, de ilyen dolgokkal ne foglalkozzunk. Meg is lehet, gyűjtsöse három aranyépítő elemet. A rakétához megvannak a cuccok. Ezeket összeszedhetjük. Meg is lett az első felfedező rangunk. 2, 4, 6, 7 kell most már a következőbe. És téged is begyűjtünk. Így meglett a kalóz kinézet is. Na és most, hogy megvan mind a három építőelemünk, így elköszönünk tőle. Azok nagyon örül neki, haverkodott, oké. Azt nézem, hogy tudunk-e futni a shift-tel, de szerintem nem. Jó, hát van itt még valószínűleg, amit föl lehet fedelni, mert mindent nem gyűjtöttünk be a területről. De a nagyját igen. Hát akkor ő megkapja a három ilyen kockáját. Csavval a lendülettel rendelkezésünkre is áll. A Pug Z nevű karak járgányunk. Galaxis térkép láthatott korábban felkeresett világokat, amelyeken épp vagy, és az a világokat, amiket meglátogathatsz. Minél több aranyépítőelemet gyűjtesz össze, annál messzebb utazhatsz, és annál nagyobb világokat fedezhetsz fel, a több biom és több felfedezni való vár rád. Kreatív kalandra indulunk a mesterépítészet irányába. Na, mi itt vagyunk. És akkor őskori veszedelem a következő rész. És 80 LEGO kockáig tart majd végigvinni a játékot. Itt 10-nél 25,
50. És még utána végtelen a köbön egyébként. Szóval itt voltunk, ez meg lett. 24 világdarabkát mentettünk le a 400-ból. 400 cucc van itt kapásból, ezen a kis cuccom. Ja, hát menjünk át az őskori veszedelemre. Szerintem. Vagy mindegyik helyen 400 hely van csak. Az annyi helyünk van. Na, go. Nézzük. Szárnya már nincs az űrhajónknak, azt ne keressünk. Megem. Már unatkozott volna a karakter. Szépen beértünk a stratoszférába. Csak hogy jó legyen. És normálisan le tudok szállni a űrhajónk. 4 kell hozzá, hogy tovább mehessem. Okay. Your rocket's thought bubble indicates how many gold bricks you need until you get to the next reward. But not all worlds have a lot of gold bricks on them. Ja, adott helyen megtaláltuk az összes építőlemet, nyugodtan menjünk tovább és nézzünk ott is körül. Feel free to travel to another one to find more. Megégett bokor. Leszakadt a lény, újabb meteorit érkezett. Király! Na és az a meteorit egy újabb eszköddel fog megáldani minket. Csak hogy jó legyen, ott egy ősember. Kecske csontváz. Érdemes lenne megnézni a meteor becsapódásait, biztos van ott valami hasznos. Mondja a játék nekünk, mint tutoriál. A forró a láva egy kicsit számunkra. Na nézzük. Az a hal itt. Begyűjtöttük, oké. És ezzel meg lett a tereprendelési eszköz. Feltártad a tájszer számot, használd a különötted lévő világok átformálására. Húzd fel egy hegyet, alkoss meg egy kanyont, vagy tegyél. Ah, nem tudtuk elolvasni. Lebontottunk mindent is. Kettő. Három. De hol? Négy. Úgy néz ki, ezt a négyet ugyanúgy el fogjuk most érni. És akkor az úgy menő. Jó, van még itt felfedezni való, ma itt is van kapásból egy csontváz, amit felfedezhetünk. Ó, van itt virágtól kedve sok minden.
In Dark. Különböző megoldásaival. Ami zöld, az föl lehet fedezni, ami kék utána meg lehet venni. Kis koponya. Na, az ott, kérem, szépen egy valami. Kis lávató. Na, neki tereprendező eszköz fog kelleni egyébként. Ilyen új dolgot tanuljuk meg. Na, mondd el, mi a bajod. Beragadt, te megmented, én ezt adni neked, mondja nekünk. Jó. They do tend to get themselves stuck. Mm-hmm. Now, if you had a tool that could remove terrain, you could help. Ja, hogy ott lent van beragadva, oké. Okay. És akkor az új eszközt kiválasztjuk. Nem nyert. Megemelés, süllyesztés. Jó, én lefele akarok menni, az hogy megyek? Hozzáadás, eltávolítás. Kő. Oké. Okay. Terep eltávolítása. Igen, ő próbálna kifutni. Akkor... Any shape will do. It's down to personal preference. Igen, Pistik elfutott abba az irányba. Vedd már észre az utat. Akkor kiemeljük alólad a utat, nekem úgy is jó. Ahogy meg is lett, meg is kapjuk a darabkát. Minden falja, minden zsír. Please dig the landscape responsibly. Nyásunk túl sokat. De hát az ősasszonyt megmentettük. Igen, az ősember megvan, az ősasszonyt nem tudjuk megszerezni. Ugyan már megvan. Nyomatják itt a lunga bungát. Még pukerlizik, vágod? Na nézzük, itt van egy Pistike, ő meg át akar szerintem jutni oda. Beragadt, te megmented, én ezt adni neked, mondja nekünk. Hát ugye ennek köszönhetően ugyebár akkor azt feloldjuk itt a környezetet, meg ezt is.
Jó. Eszkép, eszkép. Tab. Ne akarjál megfőni. Jó. Gyere el onnan karakter, mert hülye vagy. Most tűmszóval le akarja égetni a lábát. És erre be van fogyatékosodva, és elkezd rohangászni, hogy hú, éget, éget. Ennek köszönhetően csináltunk ide egy olyan dolgot, ami nem kell. Terep eltávolítása. Oké, az se kell, az se kell. De bár a játéknak sajnos van egy bizonyos hozzáállása, ami miatt erőteljesen sok kritika érte. Viszont Pistikén, nem akarsz átjönni? Mi hiányzik neked még innen? Oké. A levegő. Jó, akkor azt mondom, el kell vennünk. Ugyebár itt megint csak a 3D forgatás játszik. Az eljön. Az eljön. Az eljön. Hozzáadunk. Emelkedjél föl. Akkor oda. Megemelés, hülyeztés. Lapítás. Oké. Imitás. Van itt minden, kérem szépen. Négy szög. Oké. Eltávolítás. Villogó narancs. Tudom, eltávolítás. Honnan? Meg onnan.
Csak hogy mit szel legyen, így. Oké. Ha nem akarsz innen elmozdulni. Nem akar. Valahogy azt mondja, hogy adott neki forró. Azért nem mozdul el. Igen, adott konkrétan neki láva. De arra volt szó, hogy süllyeszt. Szóval... Nézzük, mit tudunk ezzel itt kezdeni? Semmit. Jó, akkor adjunk hozzá követ. Itt a lávát meggátoljuk, hogy átfoljon. Tehát most miért elvesz tőle? Mondom, hozzáadás. Úgy. Csodálatos építésemet láthatjátok. Az erre. Úgy, nézzünk egy lapítást. Oké. Simítás. Fölhúz. Süllyesztés. Süllyesztés. Akkor mondjuk egy olyan formában, amivel van is értelme. Igen, lapítás. Éppen mindent is elveszünk onnan. Oké. Arra kell neki egy emelés. Akkor elrakjuk a szerszámos fegyvert. Kiválasztjuk a rendezést.
Igen. És onnan gyere föl. Van föl. Egy, kettő, három. Oké. Te is gyere onnan fel. Egyedül nem akar följönni, akkor följön mind a kettő. Szépen kiemeljük innen a síkból. Úgy. Szépen eljöttünk erre. Onnan akkor gyere följön. Akkor nincs szóval mesterépítéssé kell majd válnunk. Meg azt is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy van egy küldi részünk eden, aminél nem tudunk tovább menni addig, ameddig nincs meg valami. Oda. 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 Igen, körbe is raktuk, nagyon nice. Úgy. Jó, mi meg ködbe. Lepotyogtunk a lávába, kérem szépen. Jó, hagyjuk itt őket. Kitalálják maguknak, hogy mit akarnak. Itt még elnézünk a másikra, hogy mit tudunk vele kezdeni. Valószínűleg amúgy lehet, hogy vizet kéne köréjük rakni, és akkor egyszerűbb lenne az élet. Igen, ő itt van. Hát, amit akarsz. Igen. Beragadta, megmented, én ezt adni neked. You can choose either oda tudott jönni. Ő alól is el kell szednünk a cuccot. Hát simán. Le
lebontjuk itt ezt a szart neki. Tessék. Na, ő meg is lett. Újra ungabungázhatnak együtt. Oké. Okay. Jól ad a karakter, már megvan meg ő is, ezért ők nem kellenek. Továbbra is a láva forró. Ők megvannak. Ők szenvednek. És akkor van még ez a jó képesség itt. Te is beragadtál, vagy mi van veled? Beragadta, megmented, én ezt adni neked. Okay. Igen, hogy szeretnénk megmenteni, el kell dönteni. Hát, elszedjük az utat alóla. Se körülhettek is. Úgyhogy... ez is megvan. It's perfect for building on. Be careful though, because the landscape tool can flatten entire buildings if you're not careful. Majd felfedezzük. Meg is lett el a fajta ősasszony. Cool. Akkor már csak a szerelmes pár van itt. Ezek is megvannak. Már egy életem mínusz. Igen, ezt itt eltüntetjük. Adott micsoda. Égő bokor, kérem szépen. Jó. Hát ők nem akarnak egyelőre haverkodni, úgyhogy kiszedjük alóluk a talajt még. Itt vagyunk. Ők nincsenek meg. Oké. Eltávolítás. Igen. Oké, és eddig neki meg mindig forró, vagy mi a nyug tárgya? Te mai reggel eljöttél. Valahol arrább voltál, nem? Ennyi arrább. Arra. Megnézzük, hát ha a simítás az hasznos. Lapítás. Oké, és ezt itt a szélén lecsapjuk. Nem mondhatja azt, hogy úristen, neki ez idél. Forró. De nem lehet forró. Szóval valami nincs ott. Na.
Itt a Indiana Jánosok vagyunk, itt ugrálásba kérem szóval, nem most már nem tudsz ide jönni? De nem fogadtuk el a küldét. Oké, meg lett. Szóval túl lett bonyolítva, plusz nem lett elfogadva a küldi. Oké, te is az őskori veszedelem világot, ez is meg lett. Your tools, your decision. That volcano looks okay. Dangerous. You might want to take this opportunity to get out of here. Épp őskori veszedelemben vannak. Az eredmény hamarosan kitör a vulkán. Nyomondó vagyok, húzzunk is innen a következő bolygóra, nézzük meg, hogy ott mit találunk. Igen, épp meg akarunk főni. Hú. És akkor innen tudunk átmenni mondjuk ide. Értbontó cukorka építkezés lesz a pályánk része. Itt megnézünk még. Ezt is belenézünk, milyen világ lesz. Egyébként a játék nem mai darab. Mi becsapódunk a Vatta Cukor Farmra. A játék az megvolt nekem a Nolemeden. 2008 körül. 2007-es ugyebár a játék. Így ideig a cukorka farming meg a dead utánig eljutottam. Aztán egy kölcsön adtam a lemezt és szerintem addig nincs meg. Úgyhogy itt is vagyunk, itt már többet kell megtalálni. Ice creams, cakes and gingerbread houses. Lovely. Még egy meteorit, még egy szerszámot kapunk. Csak hogy jó legyen. Önöki három kell. Hogy karakterektől kezdve sok minden újdonság lesz, itt már nagyjából emberszabású emberek lesznek. És ott van mögöttünk, ami kell nekünk. Itt ilyen kis zene megy. De tudunk a shift-tel egy kicsit rohanni. Itt kérem szépen. Másolás eszközt kapjuk meg, amivel tudunk klónozni. Másoló szerszám könnyűnél készítesz másodon megtalált dolgokról, emelsz a saját kreációdat és megkettőzheted vele. Idővel, amikor kettő is lehet belőle. Vagy három, vagy 176. Vagy helyet a dobozt a második kíván dolog köré, de például bővítsd az igazi, és majd helyet úgy másodat bárhova, ahova szeretnéd. You can also save creations to the saját építmények galériába lett benne, amit akarsz, máshol is fel lehet használni. Úgyhogy a klónok háborújával a kezdetét veszi. Úgyhogy Dacids, ahol vagyunk. Jól látom, itt meg se lesz a három építőkocka, csak kettő. Itt ezt a kettőt látjuk. A harmadiknak nem látom nyomát, ettől függetlenül meg lehet a három, amit kér a hajócskánk. Úgyhogy... mentünk.
És kilépünk. Úgyhogy ez ennyi lenne, ez a kis Lego Worlds. Tudom ajánlani, aki szeret kis chiller dolgokat, Lego kreativitást, meg mindent. Ugyebár lehet legózni benne. Van egy másik fajta Lego játék is, ami hasonlóan az építésről szól. Itt próbálták viccesen megoldani azokat a dolgokat, hogy kis sztori kerítettek a köré, hogy miért, hogy és merre. Ettől függetlenül chillesként majd azért haladunk, fel fogunk fedelni mindig világokat, lehet, hogy 2-3-at is, meglátjuk melyik mi. Egyre bonyolultabbak, egyre nagyobbak és egyre több minden tartalmazóak lesznek. Ha tetszett, ne felejtsetek el lájkolni, please, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!